2000-es évek elején csináltátok az Amazon az őserdő foglyait, amiben a Bogokás Jimmy-t szinkronizáltad. Mennyire szeretted ezt a karaktert, illetve a sorozatot? Az ilyen karaktereket mindig nagyon szeretem én. Szerintem egyrészt én nagyon szerettem annak a sorozatnak a humorát. Másrészt ugye ezek a bohókás alakok, akik még egy ilyen humorosabb kaland sorozatban is a humort képviselik, meglehetős fekete humorral leöntve, az nekem mindig nagyon bejön. Tehát ezeket a szövegeket egyszerűen jó mondani. És alapvetően én is egy kicsit így állok az élethez, hogy bár a komoly dolgokat igyekszem komolyan venni, de egy kicsit lazábban, mint ahogy az sokszor a társadalom elvárja, és ezeket nagyon kedvelem. Amennyire emlékszem erre a figurára, ő is ilyen volt, aki már csak akkor ilyet meg, amikor nagyon nagy baj volt. Miután lezuhan a repülőgép, ugye egy ilyen vallási szektába keverednek a dzsungelben, az nem volt furcsa, hogy a bibliai neveket angolul hagyta a fordító? De, amennyire visszaemlékszem, igen, és ebből talán, ha jól emlékszem, volt is vita a szinkronrendezővel. Én úgy tudom, hogy egyeztettek a megrendelővel, jelen esetben talán az RTL Klub volt, ha jól emlékszem, és kifejezetten a megrendelő kérése volt, hogy miért, azt nem tudom, engem zavart, mint bölcsészt különösen. Tehát végeztem bölcsészkart magyar szakon, és engem az ilyen dolgok eléggé tudnak zavarni. Tehát mikor valamit, aminek magyar neve is van, vagy eredeti európai közös kultúrkincshez köthető elnevezése, akkor én nem szeretem az amerikanizált vagy anglicizált változatokat. És a vége az ugye függőben maradt, nem tudtuk meg, hogy mi lett a te karaktereddel. Miután befejeződött a szinkron, nem vártad, hogy hívjanak a folytatást? De ezt szerettem volna tovább csinálni. Hát azt hazudnék, ha azt mondanám, hogy vártam, meg minden nap erre gondoltam, de számoltam azzal, hogy lesz folytatása, mert úgy is van befejezve a film, és sajnáltam, hogy nem. De még egyszer mondom, hogy nem csak a szinkron miatt, hanem azért, mert kifejezetten élvezem az ilyen sorozatokat. Tehát ami dzsungelben játszódik, és kaland van benne, és ősi városok, meg régi vagy idegen kultúrák, az nekem nagyon bejön. Egyik hobbim az utazás, és az is tulajdonképpen ilyen sok esetben vezetett ilyen helyekre, hogy egy kicsit kielégítsem a 10 éves énem vágyait. Milyen misztikus sorozatokban volt még alkalmad szinkronizálni? Misztikus? Hát így most hirtelen nem fog beugrani egy sem, természetesen. Ha esetleg segítesz, azt megköszönöm. Ez is kér, mit nevezünk misztikusnak, ugye? Hát mostanában csinálják a vámpírnaplókat. Az mondjuk eléggé misztikus szerintem, vagy ezt csak így degradáljuk egyszerűen vámpíros sorozatnak, de végül is mondható misztikusnak, mert egyrészt a múltból fakad az őstörténet, másrészt meg elég érdekes a feldolgozás, hogy a vámpírok itt élnek közöttünk, mindennapi lények, akár osztálytársaink is lehetnek, meg a kisváros lakói. Azzal együtt, hogy azt nem nagyon értem azt a sorozatot, tehát, hogy így tulajdonképpen minden részben elhangzik egyszer, hogy ha ez történik, akkor meg fogsz halni, aztán tulajdonképpen senki nem hal meg. Tehát egy kicsit ilyen rétes tészta jellegűen húzzák a film alkotói, nyilván megvan ennek is az oka. De végül is a színészek jók benne, és igen, és hát még mindig jobban, szívesebben szinkronizálok egy ilyet, mint mondjuk egy emberi élethelyzeteket rosszul feldolgozó brazil szappanoperát. Tehát ha fikció, akkor elfogadom, hogy butaságokat kell néha mondani, és butaságokról szól, mert azt mondom, hogy fikció. Ha viszont életszerű, reális akar lenni egy sorozat, akkor viszont legyen olyan, vagy próbáljon közelíteni az élethez, és ne legyen olyan elrugaszkodott attól, mint mondjuk nem egy latin-amerikai szappanopera. Érdekes, hogy említetted a vámpírnaplókat, mert szerepel benne az Amazonból a Jimmy-t alakító Chris Martin, és nem telettél a hangja, ugyanakkor benne vagy a sorozatban. Igen. Hát ezek szerintem nem is annyira... Azt gondolom, hogy a Chris Martin például hozzá nem köthető úgy egy-egy hang, hogy most akkor minden áron annak kellene szinkronizálni. Hát ez a szinkronrendezők szabadsága, hogy mikor kire osztanak egy-egy hangot, és igazából én a figurámmal teljesen
ki vagyok békülve a vámpírnaplókban, mint egy főgonosz. Az is hálás feladat mindig főgonoszkodni. És még egy kicsit a misztikus sorozatoknál maradunk. A szinkronban kaphatta egy képet arról, hogy milyen az, hogyha minden nap megkapod a következő napi újságot egy macskától. Tényleg, ez is misztikus, igen. Bár ennél a sorozatnál ugye csak a alapfeltevés a misztikus, onnantól kezdve megpróbál teljesen reális lenni a sorozat. Ez a Hú, segíts a címével, gyorsan akartam mondani most. Kiválasztott, igen, az amerikai látnok. Hát azt nagyon szerettem. Azt nagyon szerettem. Az HBO-ban vettük a Nikodém Zsigmond rendezése mellett, főleg, bár azt hiszem volt egy-egy évad, amiben más is rendezett epizódokat. Mind az alapötletet nagyon jónak tartom, mind a kivitelezést. Ugye talán azoknak a nézőknek a kedvéért, akik nem ismerik egy átlagos amerikai srác, akinek étterme van, egy napon arra ébred, hogy bedobják, ugye Amerikában szokásos, hogy kiviszik az újságokat, bedobják a napi újságot, amiről kiderül, hogy nem az aznapi, hanem a következő napi újság. Tele van olyan hírrel, ami még meg sem történt, és ez a srác ezt a tudást, ezt az információt kihasználva megpróbál segíteni a világon. Tehát mindig végignyálazza gyorsan az újságot, és kiválasztja azt a megmentendő balesetet szenvedő családot, vagy hát nagyon már nem emlékszem minden szituációra, de általában pozitívan akar befolyásolni valamilyen olyan eseménysort, aminek negatív a végkimenetele. Természetesen ugye ez a Cassandra effektus, senki nem hisz neki, ad kettő felvet egy csomó olyan filozófiai problémát, hogy mi történik akkor, hogyha beavatkozunk a történelem menetébe, hogy azzal esetleg pont előidézünk valami másik bajt. Vagy, mint emlékszem, volt olyan, hogy a végén a baleset meg nem történt, előtt jön rá, hogy tulajdonképpen az ő közbeavatkozása juttatta oda azt az illetőt, hogy a baleset majdnem megtörtént. Szóval elgondolkodtató is volt az a sorozat, és ugyanakkor szórakoztató is. Nagyon jó karakterekkel, úgyhogy azt nagyon élveztem, azt a munkát. Annyit javítanék, hogy nem étterme volt, hanem kocsmája. Ja, igen, bocsánat, igen. Illetve ennek a sorozatnak sem volt befejezése. Nem volt befejezése, igen. Hát gondolom, hogy itt is, de több évada volt, ha jól emlékszem, akár négy, igen. És Nagy Ervin is csinálta. Így van, hát sőt, én úgy tudom, hogy a Nagy Ervinnel kezdték, és aztán az Ervinnek valamilyen munkája miatt le kellett a főszereplőt cserélni, és akkor rám esett a választás, és akkor utána viszont visszamenőlegesen is megcsináltuk azt az első évadot, amit az Ervin szinkronizált még le, és akkor így adta le a TV2, ha jól emlékszem, egybe. De azt szívesen újra nézném sok részét, mert és egy ilyen pörgős, sokat beszélős sorozat volt, szóval jó partnerekkel, Németh Boris, Eszták Szabi, Németh Kriszta, ha jól emlékszem, és jó volt, kimondottan élvezetes volt szinkronizálni. És van most még egy misztikus sorozat, sokan a Twin Peaks-hez hasonlítják. Ha jól értem a címét, akkor Wayward Pines. Igen. Ami a Foxon megy, és annyira premier, hogy Amerika előtt láthattuk. Ezt nem tudtam. Magyar tévében, néhány órával. Hogyan készül egy ilyen sorozat szinkronja? Úgy, mint a többi. Ennyire premier. Tehát, mert ugye lehet hallani mozifilmeknél, nagy mozifilmeknél, hogy kitakarják a... Itt is van technikai, hogy is mondjam, csak technikai fedés, vagy be van így szövegezve a filmkópia, hogy véletlenül se... Ha eszedbe jutna esetleg felvenni vagy kimásolni, akkor csak egy ilyen szándékosan elrondított képet kapj. Igen, tehát a szinkronizálás során ezek vannak, amikor ennyire féltenek valamit még. De hát ez természetesen minket nem zavar, mert azért egyrészt a szereplő száját jól látjuk, másrészt meg ha nem, akkor megnézzük még egyszer. Hát a sorozatról magáról nem sokat tudok, valami cikket olvastam én is, de felületesen. Az én figurám meg ráadásul eléggé kis szereplő, itt a főhős tűnik el, ha jól tudom, és a,
és a főhős feleségével én veszem fel a kapcsolatot, mint valami munkatárs. Nem is, az sem derült ki számomra pontosan, hogy ez most valami hatóság, akinek embere vagyok, feltehetően, tehát ilyen FBI-szerű történet. Az biztos, hogy pont most legutóbbi alkalommal, amikor szinkronizáltuk, az kiderült, hogy én is valamiben benne vagyok, amiben nem kéne, amiről így nem kéne tudni a főhős feleségének, és egy olyan képsort láttam, ha szabad ennyit elárulni, hogy a Golden Gate Híd az be van rogyva az öbölbe, és én éppen előtte állok, és telefonon jelentek valakinek, hogy át kell jutnom a túlsó partra. Szóval nagyon misztikus egy számomra is. Szerintem ebben a sorozatban is lesz minden zsákbafutás, lepényevés, ufók, nem tudom én, de mondjuk tetszik az alapfelvetés, csak mondom, én nem sokat tudok róla. Tehát akkor szinkron szempontjából is ígéretesnek? Hát meglátjuk, nem tudom, hogy aztán tudod, ez olyan, hogy lehet, hogy átjut és ott meg lelövik a zombik vagy a ufók, tehát lehet, hogy részemre ennyi volt a sorozat, egyelőre nem derült ki több számomra se. A Matt Dillon játssza ugye a főhőst, azt hiszem a filmnek a producere is talán, vagy... Na mindegy, szóval hát Amerikában nagy siker, az biztos, de egyébként ez nem jelent semmit, mert nagyon sok ilyen dolog volt már, hogy Amerikában nagy siker volt, nálunk meg majd, hogy nem megbukott, például a Szökés című, ugye főműsor időben kezdte az RTL Klub, és aztán a végén már ilyen 10 óra utáni műsorsávban landolt az utolsó évadok egyike. Amerikában meg halomra nyerte magát mindenféle díjjal, és ami Amerikában siker, az nálunk nem biztos, hogy az lesz, és fordítva is igaz ez. Losttal is valami hasonló történt, úgy látszik nálunk nem levők az ilyen szerializált sorozatokra. Hát egyrészt, másrészt meg a mi életünk szerintem itt Kelet-Közép-Európában tartogat annyi abszurditást, hogy nem feltétlenül. Most gondolj bele egy amerikai középosztálybeli családnak, akiknek ott áll a három terepjáró a kertben, a medencés házban, és életük legnagyobb gondja az, hogy hétvégén mit csináljanak, azoknak nem ártanak az ilyen sorozatok, hogy egy kicsit kizökkentsék őket a hétköznapok realitásából. Szerintem egy magyar család, ugyanilyen státuszú, társadalmi státuszú magyar család, aki a mindennapi abszurd helyzeteinkkel küszködik a valós életében, az meg nem biztos, hogy vevő arra, hogy meg ismerem ezt, amikor így este azt mondja a családfő, hogy micsoda baromság, ezt nem nézzük, és átkapcsol a meccsre. Szóval... Vagy csak kiadj egy részt, már nem tudja... Arról nem is beszélve, igen. Arról nem is beszélve.